Az első németországi charterjáratok érkezésével megkezdődött a 2017-es repülési főszezon a Hévíz Balaton Airporton. A Düsseldorf, Berlin és a frankfurti járat fedélzetén összesen mintegy 80 fő érkezett Sharm-el-Sheikhre. Mint Benkő Attilától, a Hévíz Balaton Airport ügyvezető igazgatójától megtudtuk, ezek a német charterjáratok hosszú évek óta kiszámítható forgalmat jelentenek. Elsősorban a stabilitás jelenti, hisz most már több mint 15 éve közlekednek ezek a német charterjáratok, az utasforgalmunknak a fő gerincét adják. Hagyományosan a német járatokkal indítjuk a szezonunkat, és én úgy érzem, hogy a tavalyi évnél azért némivel több utassal számolhatunk az idei évben. Az érkező vendégeket Könnyed László, a Hévízi Önkormányzat tiszteletbeli németországi nagykövete, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke köszöntötte. Mint kiemelte, annak ellenére, hogy Hévízre 16 országból érkeznek vendégek, a német piac mindmáig egy stabil erő, az átlagos 11 éjszakás tartózkodási idővel, vendégéjszaka számban is az élen járnak, így állandó árbevételt jelentenek a városnak. A stabilitás mellé azért ők hoznak egy változatosságot is, hiszen a balneológia és a gyógyászati termék kihasználásában rájuk szükség van, és a hévízi szaktudás tulajdonképpen ezt a piacot látja el elsődlegesen. Más országokból érkező vendégek kevésbé ismerik a gyógyászatot, talán kivétel az orosz piac, de a többi országból érkező vendégnek nehezebb eladni a terméket, és amikor a német vendégek jönnek, ők tudják, hogy mi miben vagyunk Hévízen kiemelkedően jók. Könnyed László hozzátette még, ez a charterlánc Hévízre és környékére mintegy 70 ezres vendégét generál. A repülési szezon kezdetén Pap Gábor Hévízváros polgármestere elmondta, az idei év a reptér életében terveik szerint a jövő megalapozásáról fog szólni. Ez mind technikai, mind technológiai fejlesztésekben, felújításokban, karbantartásokban nyilvánulhat meg, és a jövőt pedig abban ugye, hogy látjuk azt a Hévíz Balaton Airport fejlesztésére kormányzat által megígért, leírt összeget, ami gyakorlatilag az idei évben már folyik a tervezés, ennek a lehívása, ami nem egy egyszerű feladat, hiszen ebben brüsszeli paramétereket kell figyelembe vennünk, és ahogy mondtam, ez az év erről szól, de hát nem áll le a reptér. A polgármester hozzátette még, a német járatokon túl a szezonban ismét közlekednek majd a Prága-Hévíz menetrend szerinti járatok. Az orosz charterek megfinanszírozása kérdéses, hiszen napi járatot indítottak Bécsbe, így az orosz vendégszám várhatóan nem csökken, de nem közvetlen járattal érkeznek majd Sharm-el-Sheikhre. A város újabb charter lehetőségeket keresve a közelmúltban, tárgyalt azonban Tel Avivban és Sharm-el-Sheikhben is.